Sziasztok, Etelka vagyok. Elhoztam nektek a 20-as leckét. Ezt a képet fogjuk elkészíteni közösen. Itt látható a színkód. Behelyezzük. Majd ide berakjuk az egyéni színekhez a bordót 6-szor, a pirosat 5-ször. A halvány rózsaszínt 4-szer, a sötétebbet 3-szor, a citromsárgát 2-szer, majd a zöldet 1-szer leokézzuk, erre már nem lesz szükség. Veszünk egy lapot, 900x600-asat. Ezt én kisebbre veszem, mert így túl nagy nekem, és elkezdjük a leckét. Szűrők, Muramaister, Claude. Itt a fehéret átváltjuk a citromsárgává, a középsőt a rózsaszínre, és az alsót a bordóra leokézzuk. Adunk neki egy élesítés mikrokontrax 12-vel, majd szűrők, elmosás, körkörös homályosság 1-es szinttel, majd szűrők, elmosás, most pedig körkörös elmosást csinálunk. Adunk neki ismételten egy élesítés mikrokontrax 12-vel. Bemegyünk a mappánkba, ott behozzuk ezt a virágot, és bemásoljuk. Majd kézi beállítással beállítjuk a szokásosabb 0-0. Innen kiveszed a pipát, ide beírsz 900-at, és itt már automatikusan 600 lesz. Leokézom. Na. Kézi beállítások. 0. Pipát ki. 900 és 600. Leokézom. Jó. Ezt egyesítem a hátsó rétege, vagyis a háttérrel, majd bemegyek a szűrő, szimple, és a tiktillét, ápli, adunk neki egy élesítés mikrokontrax 12-vel, szűrők, elmosás, körkörös elmosást csinálunk nála 2-szer, és most másodjára. Majd elmosás, művészi elmosás, szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesített, szűrők, domborítás, mérsékelt domborítás. Itt benne van még a képünk, azt újra beállítjuk, rámegyünk a háttérre, kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 17-es szélességgel, kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, textúra, homokkő, szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük. Szűrők, inverse kijelölés, szűrő, leképezés, progresszív kontúr, innen veszed a színt, egy ötös szélessége, átlátszalansága 100, a pipát kivesszük most, és leokézzük. Veszünk innen, megkettőzzük ezt a rétegünket, és réteg méretezéssel, de vigyázzunk, hogy a pipán ki legyen véve, lejjebb visszük egy kicsikét, erről is, erről is, erről is, és itt
itt is. Rögzítjük. Nagy kijelölés, réteg kiválasztás, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Most berakjuk a pipát, és leokézzuk. Kijelölés, elrejtése. Maradunk a középső rétegünkön. Szűrő, textúra, pixel kihagyás. Felmegyünk a... Ja, nem megyünk, maradunk skit. Kijelölés, ellipszist veszük, és itt a közepén csinálunk egy ilyen kis kör arakot, úgyhogy behelyezzük rendesen a virágunkat. És figyeljünk arra, hogy itt a távolság, meg ez a távolság egyforma legyen lehetőleg. Miután ez megvan, rámegyünk a szűrők, leképezés, árnyék, innen veszed szintén a szint, -4, -4, átlátszatlanság 100, és a progresszív kontúr van bepipálva. Leokézod, ismételten bemegyünk, leképezés, árnyék, és most kivesszük a mínusz belőle, ebből is, és innen is. Ismételten leokézzuk, megkettőzzük. A felső réteget egyesítjük, és majd egyesíthetjük a réteget mindet. Erre már nem lesz szükségünk. A mappámban találtok egy díszt, amit bemásolunk. Megfogod és ide felhelyezed úgy, hogy ez a szaggatott vonal itt a szélén legyen, és itt is. Megkettőzöd, majd a vízszintessel és a függőlegessel is megfordítod. Megfogod, lehozod teljesen ide a szélére. Úgy tedd oda, hogy ez a szél érintkezzen a másik széllel, és itt pedig rajta legyen itt a szélén. Így egyesítjük a két réteget, adunk neki egy beállítást, árnyék, 1-1, 100, és a sugár is 1. Leokézzuk, majd árnyék egyesítés, és ugyanezt megcsináljuk mínuszba is. Megkettőzzük, átfordítjuk, és megfogod, átviszed a túloldalra, és behelyezed úgy, hogy a szaggatott vonal a széleken legyen. Egyesíted. Erre se lesz szükségünk. Bocsánat. Behozzuk a Kandinak a hölgyét. Innen kiradírozzuk ezt a feliratot. És bemásoljuk. Egy szabad átalakítással 60-ra veszed. Megfogod, elviszed ide. Fölhelyezed, a vízszintes tükröződéssel megfordítod, rétegméretezéssel pedig itt megfogod és lehúzod, leviszed, rögzíted. Lemész a háttérre, kép, külső keret, egy kettes szélességgel is a zöldet adod neki. Réteg, egyesít. Nem, bocsánat, mert még a hölgyünk nincs befejezve. Szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, és adunk neki egy beállítás árnyék, 4-4, 70,
és a sugár 30 lesz. Árnyék egyesítés, és megcsináljuk ismételten, csak mínusz 4, mínusz 4. Árnyék egyesítés. Most egyesítjük a rétegeinket, ráírjuk a szignót, én a kéket innen vettem a hölgynek a karjából, és az árnyékja pedig a világos kék szín. A betű mindegy, hogy melyik, amelyik nektek tetszik. Konvertáljuk, megfogod és szabad átalakítással 60-ra veszed. Ide fölhelyezem. És az átlátszalanságát szintén 60-ra veszem. Egyesítem a rétegeket. Ezzel elkészült a képünk. Remélem, hogy mindenkinek sikerül elkészíteni, és szeretném megköszönni, hogy az idáig elkészített képeimet elkészítettétek. Más dolgunk nincs, mint hogy a képet méretezzük 600-ra.